Jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit. A zene játssza főszerepet e heti műsorunkban. Mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket Mottónkban. Gazdára találtak a Petőfi zenei díjak, Rúzsa Magdit, Ákost, a Bagosi Brothers Company-t és a Halott pénzt is elismerték. 25 év után újra Siófokon, Balázs Fecó nagy zenekari koncerten válogatott pályájának legismertebb, kedveltebb dalaiból. Játékosan hangolnak az iskolára, alsó tagozatosoknak szervezett nyárvégi tábort a Vadvirág Alapítvány. A Strandfesztivál nyitónapján immár hagyományosan átadták a Petőfi zenei díjakat Zamárdiban. A szakmai zsűri és a közönség szavazatai alapján az év zenekara a Halott pénz lett, az év női előadójának Rúzsa Magdit, az év férfi előadójának Ákost választották. A Petőfi zenei díj életműdíját Nagy Feró kapta. Látványos showműsorral készültek a szervezők a 4. Petőfi zenei díj átadójára. A közel 2 órás eseményre több ezren voltak kíváncsiak. A legjobb női előadó nevét Milák Kristóf jelentette be. Idén Rúzsa Magdi zsebelhette be a rangos elismerést. A közönség között volt, akit meglepett a zsűri döntése. Schöblöher Barbiért nagyon szurkoltam, hogy megkapja a legjobb női előadót, de hát sajnos nem sikerült. A legjobb férfi előadó idén Ákos lett, amíg a legjobb zenekarnak járó elismerést a Halott pénz vehette át. A zenekar fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra, az együttes frontembere meghatódva nyilatkozott híradónknak. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, most jöttünk le, most kaptuk el meg a díjat, úgyhogy még kicsit így alig találom a szavakat, mert tényleg nagyon jól esett ez a díj. Főleg, hogy egy zenekar vagyunk és koncertzenekar, úgyhogy ez egy nagyon fontos díj nekünk. Idén újdonságként győztest hirdettek az év legjobb akusztikus koncertje kategóriában is. A díjat a Bagosi Brothers Company vehette át, amelyet a közönség óriási ovációval fogadott. Igazából az az egyik dolog, ami annyira fontos egy zenés számára, vagy egy zenekar, egy csapat számára, hogy hihetetlen, hogy amikor a közönség annyira mellette van, és amikor tényleg már a díjat is megkapjuk, az nagyon-nagyon szuper. Mozdulatlan hanya, fekszem az ágyon, látom a szemem, nem nézel vele, hallj meg! Már olyan szót alól kívánom, hogy azt hihetném, meg halok bele! Az év videóklipje díját a Follow the Flow vihette haza, amíg Nagy Feró munkásságát életműdíjjal ismerték el. Két kategóriában már korábban kiderültek a győztesek, az év dala Pápai Jóci az Én apám című szerzeménye lett, míg az év felfedezetje az Acoustic Planet volt.
A két órás élő show műsor sikereért több mint 100-an dolgoztak megfeszítve. Nem egy egyszerű feladat, egy olyan élő adásban zajló két órás egymás után rengeteg zenekar, táncos, koreográfust felvonultató show bemutatni a helyszínen, és élvezhető kell, hogy legyen, és a tévéadásban is. Én eléggé önkritikus vagyok, és kritikusan állok hozzá a dolgaink, azért nekem az volt az érzésem most látva ezt a showt, hogy úgy sikerült, ahogyan azt Magyarországon 2019-ben meg lehet oldani. A két órás élő műsort egy látványos tűzi játék zártak közvetlenül a Balaton partján. 25 év után koncertezett újra Siófokon Balázs Fecó. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes, zenész nem csak az elmúlt 2,5 évtized, hanem 50 éves pályafutásának dalaiból válogatott a nagyzenekari produkcióban. Így ős neoton Taurus és korálszámok is felcsendültek a Kálmán Imre szabadtéri színpadon. Hatalmas taps fogadta Balázs Fecót a siófoki színpadon, amelyre 25 év után tért vissza. Időközben több generációváltás volt, és ez a helyszín, ahol mi most állunk, ami egy prominens hely volt a Balaton körül, akik itt turnéztak, mindig ez volt a legjobban várt előadás, mert a legnagyobb és a legfrekventáltabb helyen volt itt Siófokon. És valahogy úgy adódott nekem az életem, hogy én ide való vagyok, de ez hosszú évekig szünetelt ez a szabadtéri színpad. Helyette vannak mellette egyéb szórakozó helyek, amiben úgy éreztem, hogy a zenei világom nem igazán élik. Én inkább ide való vagyok, egy ilyen színházi jellegű, ahol ülnek az emberek. Mint felidézte, 1967-ben negyedikes gimnazistaként került a Neoton együtteshez. Bár az egyik legnagyobb slágerüket nem ő írta, mégis sok emléke kötődik hozzá, így nem maradhatott ki a műsorból. Haragszol rám, hogy el kell menjek. Nem az én hibám, kell, hogy várj, várj is meg. Ne félj, uram, visszajövök, de addig ír, gyakran ír. Így szerez egy kis örömöt. Kiszáradt turkom, és ég a szám, utolsó csókom, gondolj majd rám, kell, hogy ne félj újra, de addig zsúfolásig telt az 1400 fős siófoki szabadtéri színpad nézőtere. A rajongók már jó előre megvették jegyeiket, hogy ne maradjanak le Balázs Fecó exkluzív nagy koncertjéről. Fantasztikus, amit ő csinál egy életen keresztül, de ha választani kéne, akkor a keményebb részét a zenekarnak, még az elején, amikor még nem volt azért annyira lírai, ugye még nem ment át azért annyira a Fecó által képviselt stílusba. Az apja félig ír volt, félig portugál, valahogy nem rossz örökség. Ahogyan 67-ben annyi virág száll, keleten próbált szerencsét. Nyakájból nem jut vissza, nem érdemlész ki téla, egyébként, hogy ne lázott minden barát. Közel a tiszta ügyhez, közel a megfejtéshez, ahonnan megváltás jobb a rend. Sok rajongót egy meghatározó élmény köti Balázs Fecó zenéjéhez. Tini korom első koncertje korálkoncert volt, és onnantól fogva van a rajongás a zenekar iránt is, illetve Fecó iránt. Az évtizedes slágereket korabeli hangzásvilággal hozta el a közönséghez Balázs Fecó, aki a Hammond orgonát is megszólaltatta koncertjén.
Siófoki koncertjén pályafutásának legfontosabb, számára a legkedvesebb dalaiból válogatott Balázs Fecó, így Ősneoton Taurus és Korál számok is felcsendültek vendégművészek közreműködésével. Nagy bajba voltunk, mert nem tudtam, vagy nem tudom, hogy mit hagyjak ki. A mögöttem lévő zenei, 50 év zenei emlékeit szerettem, illetve szeretném megosztani a közönséggel. Remélem, sikerül, és nem marad ki semmi. Ez annyiban más, hogy itt egy más zenekar áll mögöttem, mivel a tavaly a korályütes 40 éves munkásságára tettünk pontot, egy nagy sikerű aréna koncerttel. Ezzel a zenekarral pedig 2013-ban az arénában már felvétünk, javarésze itt van a színpadon. Ez egy más kihívás, más dalokkal, elsősorban azokkal a dalokkal, ami hozzám kötődik, nem a zenekarhoz. Három ilyen nagyzenekari koncertet ad idén Balázs Fecó, a siófoki volt az első. Ugyanezzel a produkcióval szeptemberben Budapesten, októberben pedig Szegeden lép közönség elé. A tiéd soha nem volt a miénk, sem a hatáját kidőnk ki. Népi motívumokat és egyéni elképzeléseket is beledolgoznak munkájukba a Töröcskei Közösségi Házban működő szövőcsoport tagjai. Az asszonyok minden héten egy délutánjukat az alkotásra szánják. Mint mesélték, nem csak a szövés, hanem a társaság miatt is találkoznak rendszeresen, hiszen jó kedvben az alkotás is könnyebb. Most ez? Elvek ki ideig. És ott megint a négy. Úgy. Van, aki még segítséggel alkot, más már több éves gyakorlattal egyedül. Vannak olyan minták, amit meg abszolút nem lehet megcsinálni, főként ilyen vászon minták, az nem jön ezen ki. Tehát azon a paraszövőszéken lehet jól megcsinálni. Márfi Ferencné 11 éve jár szőni a Töröcskei csoportba. Jelenleg egy pávás mintájú szőnyeget készít. Volt egy vezetőnk, az itteni háznak a vezetője, akinek ez volt a ilyet is tanult, szövést, és ő tanított minket, és hárman voltunk először, aki végül is egy mag lett, és azóta járunk. Mi az, ami miatt kitart 11 éve? Mi jó ebben? Ebben többek között a szövés mellett az is, hogy ide jönni a társaságba, és akkor itt van receptcsere, meg azt főztünk, egy kicsit elviccelődünk, hát szeretek ide jönni a társaságba. Tehát munka mellett azért a szövés mellett lehet csacsogni is. Igen, lehet, nagyon. Mi az, amit már eddig készített, gondolom 11 év alatt sok minden kikerült a kezei közül? Igen, összesen csináltam 10 fali szőnyeget, az ilyen 2 méter hosszúak, ilyen normál fali szőnyeg, meg ilyen kis fali képeket. Nagyon sok mindent csináltam, de már szinte semmi nincs, mert a családba elajándékoztam. Kell türelem is, de az én eset, nekem ez szinte inkább levezeti a feszültséget. Nekem ez nagyon jó. Tehát azon kívül, hogy
a más sportcselekben és például a rejtvényfejtés mellett ez nekem egy ilyen stresszoldó dolog. És otthon is van szövőszékünk, és otthon is üzöm az dolgokat. Amikor van negyed órám, akkor megyek és csinálom. Böjti Istvánné minden héten Patosváról jár be a délutáni foglalkozásra. Mint mesélte, nem csak az alkotás, hanem a társaság miatt is jön. Az egy csangó rózsás poli kép lesz. Egy kicsit sötétre sikeredett a szín választás. Vannak benne hibák, már nem jól állítottam össze, úgy kellett volna összeállítani, hogy egy sötét, egy világos, egy sötét, egy világos. Na most én pont három sötétet egymás mellé tettem, és már nem úgy adja ki, ahogy szerettem volna. De így lesz egyedi? Így lesz egyedi, igen. Mennyi idő még egy ilyen fali szőnyeg elkészül? Hát otthon elkészülne ez egy jó két hét alatt. Ez egy fali kép, ami nem lesz nagy, csak így akkora lesz, egy méteres. Az egy két hét alatt elkészülne. Azt látom, hogy mindegyik kölyüknél itt van egy ilyen kis mintarajz. Igen, azt saját magunk tervezzük, csináljuk. Én nagyon sokat terveztem. És ezeket a mintákat adjuk egymásnak itt. Együnk valamit lerajzol, akkor a másikak megcsinálhatják vele. Mióta jár ide ebbe a klubba? 11-ben kezdtem, akkor mentem nyugdíjba, és akkor azóta vagyok én itt. Szeretem csinálni, én is úgy vagyok, mint a Margit, hogy itt jó érzem magam. Jó kis társaság, itt elbeszélgetünk, itt nagyon jó el vagyunk. Mindig a színek, meg nagyon toleránsak vagyunk egymással is, hogy kisegítjük egymást. Hogyha valakinek kell, például nekem kellett bordó most, már úgy vettem észre, hogy nem lesz elég a bordó, nekem már hoztak is bordót. Akkor a mintákat is kölcsön adjuk, amit tervezünk egymásnak. Hát én szívesen, meg nagyon szeretek itt lenni, pedig most már nagyon messziről jövök, 50 kilométert utazok egy-egy, és minden szerdán itt vagyok. Nincs megállás a szövőcsoportban, folyamatosan készülnek a munkák, mindenki kedvére alkotik. Ez ilyen saját tervezésű szőtes lesz. Nagyon megtetszett a kis kolléganőm, itt csinált már egyet, és annak alapján csinálom ezt a kis mintát másik színekkel, és most ez ilyen lesz, ilyen kis egyszerű. Kis Tiborné 6 éve csatlakozott a csoporthoz. Mint mesélte, először elég szkeptikus volt, de hamar megszerette a szövést. Olyan, hogy mondta, hogy hát unatkoztam otthon, és akkor jöjjek le, csak nézzem meg. Hát jó, nem akartam neki mondani, hogy nem jövök le megnézni, és azóta is jövök. Mi jó benne, gondolom. A végeredmény az a legnagyobb öröm. Igen, igen. Meg hát mit csinálnánk ott? Jó, van kert is, meg mindennek kell csinálni, de viszont van szabadidőnk, akkor otthon is van szövőkeret, minden, és csináljuk. És nagyon szeretem csinálni, tényleg. Hova készülnek, amik kikerülnek vannak, a kezeik között? Vannak kiállításaink, elég sok helyre viszik őket az együttől. Megmondom, azért a családba is. Meg a családba is, a fiamékhoz is, hát oda is szokok, meg így. Barátoknak szokok egyet-egyet adni, meg gyűjtögetem. A csoport 11 éves fennállása óta számtalan szőttes készült már. Legtöbbjét az alkotók elajándékozták, de így is van jó pár munka, amit ott jártunkkor egy alkalmi kiállításon meg is mutattak stábunknak a Töröcskei Közösségi Házban. Több korcsoportban és turnusban hangolódnak a gyerekek a tanévkezdésre a Kaposvári Vadvirág Alapítvány táborában. A foglalkozásokon játékosan ismétlik át a már megszerzett ismereteket, hiszen a cél az, hogy öröm legyen a tanulás a kisdiákoknak. A kreatív feladatok által pedig sikerélményekhez is jutnak a táborozók. Mindenki dob egyet, és ami lát, azzal mond egy mondatot, jó? Játékos szövegalkotás is várt a gyerekekre a táborban. Fú, de jó lenne, ha katona lehetnék egy válba. Nagyon szó.
szuper mondat. Minden nap változatos, kreatív foglalkozásokkal igyekeznek az iskolára hangolni a kisdiákokat. Ott jártunk, kor a leendő másodikasok játszottak a betűk és a számok világában. Meséltek mesét, és például olyat, hogy a törpe mindegyik ház ablakába rakott egy kincset, és akkor mindegyik ház ablakába kellett rakni követ. És mit kellett ezekkel csinálni? Összeadni? Igen. A mozgás is elengedhetetlen része a programnak, de közben gondolkodásra is sarkalják a gyerekeket. Lépni, számolni és írni kellett ennél a feladatnál. Van az ötös, akkor utána jön a tízes, és akkor így tovább. Meg ha van ott az óbetű, akkor az óbetűvel ki kell találni egy szót. Bár az iskola kezdésnek a legtöbb kisdiák nem örül, azért van, amiért várják a szeptembert. Az, hogy találkozok új barátokkal. A cél az iskolára hangoló táborral, hogy öröm legyen a tanulás a gyerekeknek, és sikerélményt szerezhessenek. Egyrészt sokat játszunk, és azokat a képességeket, amelyek nagyon-nagyon jól fognak jönni az iskolában, játékosan fejlesztjük, ezért nagyon sok játékos gyakorlatot alkalmazunk. Persze a tanulást úgy a legjobb, hogyha feléjük közvetítjük, illetve elérjük, hogyha olyan tevékenységeket végzünk, amelyek számukra élmény, és ők is élvezik azt. Hogyan lehet ezeket a tevékenységeket egy hétbe belesűríteni? Mi az, amivel tényleg az iskolára hangoljátok őket? Igazából az egyik legfontosabb, hogy a tanuláshoz valami pozitív élményeket fűzzünk a gyerekekhez. A másik nagyon-nagyon fontos terület, hogy ugye évfolyamonként jönnek hozzánk a gyerekek, hogy amit az előző évben tanultak, azokat játékos módon átismételjük, illetve egy kicsit a gondolkodásokat, illetve nem kicsit, hanem az egyik fő szempontunk, hogy pont a gondolkodást fejlesztjük, de az a gyerek, akinek vág az agya és gyors a gondolkodása, a tanulás is sokkal könnyebb lesz számára. Ez az egyik fő terület. Aztán nagyon sokat foglalkozunk az értőolvasással, ezt is különböző társasjátékok és egyéb formában. Mozgás is van, mennyire elengedhetetlen egy-egy foglalkozásnál az, hogy ne a kisasztaloknál üljenek a gyerekek. A gyerekek, főleg itt szünítő után azt tapasztaljuk, hogy egy-egy tevékenységben úgy igazán szívesen 5-10 percet örülünk, hogyha azt koncentráltan el tudnak tölteni, és a mozgás az nem csak azért, mert nekik lételemük a mozgás, hanem mert hogy rengeteget fejlődnek mozgás közben, és van olyan kisgyerek, akit, hogyha leültettünk, és nem mozoghat, például nem tud gondolkodni. Mozgás közben viszont jár az agya, ide mehet, oda mehet, megtapasztalhat, megnézhet, utána nézhet, segítséget kérhet, sokkal gördülékenyebben tud haladni, és nem az történik, hogy elakadok az iskolapadban ülve, és nem haladok. A másik a mozgás, itt nekünk a foglalkozáson, egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés. Tehát, hogyha ugye körfeladatban gondolkodunk, ha azt látjuk, hogy mozog a gyermek, halad pontról pontra, akkor látjuk, hogy halad. Viszont, hogyha azt látjuk, hogy egy feladatnál elakad, akkor az első dolog, amit megkérdezünk tőle, hogy miben segíthetünk. Mert hogyha azt meg tudja fogalmazni, hogy miben akadt el, az is egy óriási dolog már a tanulás tekintetében, hiszen tudjuk, hogy akkor érti a lényeget, csak van egy kis elakadás. Leendő elsősök, másodikasok és harmadik, negyedikesek hangolódnak az iskolára a Vadvirág Alapítvány táborában, amely következő turnusa augusztus utolsó hetében várja a kisdiákokat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ennyi fért magazinunkba. Mottóval egy hét múlva várjuk Önöket ismét ide a képernyők elé. Műsorunkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva is. Viszontlátásra!